Sziasztok! Nagyon nagy öröm számomra az, hogy egyre többen kerestek olyan kérdésekkel, ami azt mutatja számomra, hogy egyre jobban, egyre mélyebben meg szeretnétek tanulni egy-egy üzletet. És őszintén szólva, szerintem így kell, vagy így szabad üzletet csinálni, hiszen az, hogy online csinálsz egy üzletet, vagy offline csinálsz egy üzletet, annak nem szabadna legalábbis ebben a vonatkozásában különböznie. Amúgy is szerintem egyetlen egy vagy két dologban különbözik csak az online és az offline világ. Az, hogy offline jóval kisebb tőkével tudsz egy vállalkozást elindítani, illetve nem feltétlenül kell mindig jelen lenned az üzletedbe. Előfordul az, hogy úgyis pénzt keresel, amikor alszol. Ugye ez az álmunk és a célunk, hogy úgy működjön egy-egy üzletünk, vagy hát az összes, amit elkezdünk, hogy az passzívan mi bármit is csinálunk, keressen nekünk a pénzt. De az, hogy eddig eljussunk, azért ahhoz a sok mindent kell csinálni. És úgy, ahogyha csinálsz egy pékséget, vagy egy bármilyen startup vállalkozást, ugye ott jelen kell lenned, ismerned kell a dolgokat. Az elején valószínűleg te leszel a legtöbbet tudó ember arról az üzletről, aztán majd, hogyha úgy alakulnak a dolgok, és sikeres lesz, és kinövi magát, akkor már ugye tudsz fölvenni alkalmazottakat is. És már nem feltétlenül kell neked mindent tudnod az egészről, de jó az, hogyha az üzleteddel együtt nősz, és tudod minden csinyát, binyát, és egyébként az üzlet építése, továbbajánlása is ezen múlik, hiszen olyan embert követnek szerintem az emberek, akik valami abban a bizonyos dologban többet tudnak, vagy meggyőzőbbek, mint amilyen te vagy, hiszen a vak vezető lágtalant esete nem biztos, hogy túl célra vezető. Látunk már ilyet is a világ történelme, de hát ez egy másik dolog. No, és akkor a kérdés, vagy az egyik kérdés felvetés, ami miatt ezt a videót megcsinálnám, az a kamatos kamat a Daisy-ben, és ez egy elég trükkös egy dolog, és lehet, hogy túl nagy fába vágom a fejszémet, de megosztanám veletek azokat az információkat, amiket én magam, vagy pedig néhányatok segítségével szereztem meg, illetve amit az évek során a matematikával kombinálva tapasztalatot gyűjtöttem, és ez talán segít egy kicsit közelebb kerülni ahhoz, hogy ismernek ezek a dolgok. Hogyha megnézzük az irodánkat, akkor ugye a fund menübe bemész, és a trading fundon belül például a kriptóba, hogyha bemegyünk, akkor látunk egy teljes összeget, az indulás óta 12,71%-os profitot mutat, ami elég vicces, hogyha ezeket a számokat nézzük meg, hiszen itt plusz profitot, tehát 9 milliós profitot jelez, viszont ugye kezdeti 88 millióból 63,9 millió van, és akkor az ember fölteszi a kérdést, hogy olyan frázba lehet, és hogyan lehet pozitív a dolog. Ugye ne felejtsük el azt először is, hogy ez a 12,71% ez már a kamatos kamattal feljavított verzió. Ezt a legegyszerűbb követni valószínűleg, illetve megjeleníteni, meg úgy PR szempontból is ez a legcélra vezetőbb, nem kell nagy programozási dolgokat csinálni ahhoz, hogy ezt ki tudják mutatni. Ami trükkös, és azt köszönöm az egyik kedves csapattagomnak, aki ugyancsak a kérdésével föltette ezt, hogy az előző videómban mondtam, hogy 16% körül kellene lenni, ő nem nyúlt hozzá egyáltalán, és hogy lehet, hogy mégis mínusz 10,56%-ban van. És hát a válasz az roppantúl kiábrándító, és nehéz, hiszen itt látható, hogy ugye fél év után kivett a rendszer 30%-ot, és akkor már is a viszonyítási alap az teljesen más kontextusban egy, illetve ugye azóta is eléggé rosszul teljesít
az AI, és nem sikerült még pluszba visszamenni, tehát ezért mondom, hogy ez egy kicsit trükkös, hogy itt ez a 12,71% nem veszi figyelembe azt a 30%-os levonást, és hogy mondjam, így jóval jobb eredményt mutat, mint ami a valóságon a kriptóban. Úgyhogy ez majd, hogyha elérünk a Forex-be, és meg lesz a 6 hónap, ami itt a szeptember-október magasságában lesz, nem tudom, hogy honnét számolják majd az indulás, ugye a teljes indulás az április elején volt, de már márciusban volt bizonyos mennyiségű tőkével a kereskedés. Ugye 78-52-nél tartunk, ha nem pisztergáltok, nem vettünk ki, nem raktunk hozzá semmit, akkor ennyi százalékot mutat. És hogyha ezt az évesre levetíti, akkor az 309%-nak felel meg. De ahogy mondom, szeptember-októberben megyünk itt, ez a százalék, ez szebbet fog mutatni, mint amennyit majd a saját fiókodban látsz, akkor is, hogyha nem veszel ki, de a rendszer automatikusan kiveszi a profitot. Jó, menjünk a Forex-ba, tehát amit tudni kell, az, hogy ez a százalék, ez ugye nem más, mint a berakott teljes hozzájárulásod plusz a jelenlegi profitodnak a százalékosított verziója, abban az esetben, hogyha nem pisztergáltad a dolgot, ha nem vettél ki semmit. Tehát, hogyha visszamegyünk, akkor elméletileg ennek a két számnak egyenzőnek kellene lennie. Jó? Abban az esetben, hogyha kiveszek, vagy hogyha hozzáadok, akkor ez a szám változik, mint ahogy itt ez a táblázatomban is látszik. Ugye van ez a feleségemnek a fiókja, ugye a százalékok azok 58,43, azért, mert háromszor vagy négyszer pluszba beleraktam pár száz dollár. Itt viszont ugye azt a számot, hogy még nem azt a számot mutatja. 58-52, még akkor ezt nem javítottam ki reggelhez képest. Jó, tehát az első probléma az, hogy ugye ez a kamatos kamat százalékot mutatja, úgyhogy nem igazán tudjuk pontosan meghatározni, hogy mennyi a valóságban, amennyit egyik napra a másikra keresztünk. Amit láthatunk az, hogy az előző naphoz képest a kamatos kamat százalékokat összehasonlítva láthatjuk az arányos növekedést, de igazából ugye a lényeg az, hogy a profitod mennyi is, hogy az szépen növekszik. Egyébként a kérdés, az egyik kérdés felvetés az indította el, hogy hétfőnként, több hétfőn is volt olyan, itt is, ahol mínusszal zárt jelen pillanatban a piac, és beindult a vezérhangja, hogy ez miért is van. Ugye hétfő az első nap, amikor kifizetik a hétvégén úgy döntő embereknek a kivételét, akik azt mondják, hogy én a profitomat kiveszem, és valószínűleg az algoritmus úgy van megírva, hogy mondjuk kijön 5% a teljes összegből, és akkor ezt tegnap reggel ezt láthattuk, hogy az 58% az lement 54-re, 53-ra, valami ilyesmire, és gyakorlatilag volt a délelőtt folyamán állt vissza. Ez azért lehet, mert valószínűleg egy sima képlettel megnézik az, hogy indultunk mondjuk 100, mint ilyen 20 millió dollárról, lett belőle 28 millió, abból kivettek 1 milliót, akkor a kettő különbség, ugye ez az 1 millióval csökkent, akkor azzal számoltak ki a százalékot. Viszont akkor került vissza normális mennyiségbe, amikor ugye az első kereskedést elindította, ott ugye neki ki kell számolni, hogy ki az, akinek mekkora részesedése van, és akkortól kezdve már visszaállt, és ez az 58,01-re visszaállt a alaphelyzetbe, úgymond, ami a normális, vagy hát 77,12-re, ami a normális érték volt, és akkor, amikor a kereskedés lezárult, akkor annak arányában nőtt a profit, amennyi részesedésed volt. Jó. Oké. A probléma csak az, hogy
vagy hát nem probléma. Tehát a kripto és a forex között valószínűleg ebben is különbség van. A forexből vagy a kriptóból ugye megtudhatok, hogy gyakorlatilag 8 részre osztják szét az ösztőkét. Ethereum, Bitcoin, Altcoin és biztonsági tartalék, rongolásra és sortolásra, hogy a tőkét ezekre a részekre szétválasztják, pluszban még mindegyiknek különböző mértékű tőkeáttétele is van, és ennek hatására anélkül, hogy tudnánk, hogy mikor nyitnak, mekkora tőkével, milyen tőkeáttétellel, milyen profitot generálva, nem lehet meghatározni, hogy ezek a mozgások hogyan, merre, meddig mennek. Nem tudjuk azt, hogy mekkora a valóságos profitunk. Úgyhogy erről ennyit, igazából azt a hátteret meg pláne nem tudjuk, mint amit itt ebbe a két szlájdban megmutatott a dr. Anna Becker, hogy a Forexnél hogy van, hogy hány deviza volt prezentáció után, 6 vagy 8 devizapár van, több idősávban kereskednek, több tőkeáttétele, tehát ott valószínűleg 8-nál több részre van osztva az egész, és hogy ugye azt mondják, hogy 15 és 45 perc között tölt egy pozícióban nyitva a rendszer, és megnyitja, és megpróbálja minél hamarabb profittal lezárni, és egy 8-10 kereskedést csinálni naponta. Úgyhogy a Forexnél még nehezebben tudjuk ezeket a dolgokat meghatározni. De ugye az egészben a legnagyobb trükk az az, hogy ugye kamatos kamat százalékot látjuk már itt az irodánkban. Tehát ez alapján nehéz visszamatekozni a dolgokat, hogy mégis hogy merre, meddig, most akkor mennyi az annyi. És akkor a Andrásnak köszönjük meg ezt a kis írományt, amit ő felvetett, és az Edward küldte neki ezt a választ. Az elején a kérdés azt nem láthattuk, de nem igazán értette a kérdést, de aztán a válaszában kiderült, hogy mégiscsak értette, és levezetett egy, hát szerintem ez, igen, ez forexes példát. Ugye compoundingnak hívják a kamatos kamatot, gyakorlatilag igazából visszaforgatásos kereskedés, és azt mondja, hogy ha 100 ezer dollárról indulunk, hogy annyi a start tőkénk, akkor az első napon, tehát ez a példa az, amikor van visszaforgatás, tehát a kamatos kamat elve, az első nap azt mondja, hogy ezt a 100 ezer dollár 10 euró dollár pár szétosztja, és csinál 1% hasznot, ami azt jelenti, hogy már az alaptőkénk a 101 ezer dollár. Második nap már ezt a 101 ezer dollár osztja 10,1 kereskedési egységre, és hogyha megint csinál 1%, akkor már 102.010 dollár lesz belőle. Aztán a harmadik napon, negyedik napon és ötödik napon így változnak, tehát hogyha kétszer 1%-ot, 0,5%-ot, 2%-ot és 1%-ot csinál, akkor a tőke vagy a visszaforgatásos vagy kamatos-kamatos eredménnyel egy hét után 5,61% profitot termel a rendszer. És ugyanezekkel a százalékokkal, hogyha nincsen tőke visszaforgatás vagy kamatos-kamat, akkor ugye 1%-ot csinál, 101 ezer dollár lesz az első nap után, hogyha ugyanúgy 10 egységnyi tőke vagy kereskedési egységet csinálnak, 1%-ot csinál, ugye ez 1000 dollár. A következő nap ugyanez a dolog van, hogy itt ugyancsak 1000 dollár csinál, hiszen a 100 ezer az, amit vesz alapul is annak az egységei, tehát itt már van egy eltérés, méghozzá 10 egész dollár eltérésünk van, és 1%-os napi mellett. Aztán, hogyha a harmadik napra megyünk 0,5%-nál, ugye a 102.500 dollár, és a 104.500 és 105.500 lesz. Tehát ennek a végén 5,5%-os profitot csinál az adott héten, hogyha nincsen tőke vagy visszaforgatás, azaz kamatos kamat. Tehát 5,5
versus az 5,61-el, tehát 0,11% különbség van. Jó, tehát ez a példa, ez a kettő különbségét mutatja, hogy a kereskedési egységek berakja bele, hogy hány meg van fixálva, vagy 10-re, 20-ra, 50-re, akárhány részre osztja az adott tőkét, és akkor mindig belerakja azt a profitot, amit éppen termel, és ezáltal nagyobb lesz az egy kereskedési egység, amit ugye beküld az adott kereskedésbe, adott algóra. Azt mondja, hogyha a legegyszerűbb mondja megértetni a kamatos kamatot, hogyha átlagosan 4 hónapba telik, hogy megduplázunk a pénzünket, a tőkénket, és ugyanazokat az eredményeket kapjuk, akkor a következő 4 hónapban ez 4-szerezés jelentene, tehát 400%-ot, és így tovább nőne, tehát akkor még 4 hónap múlva annak a 2-szerese, de 800% lenne. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire sikerült érthetően elmondani, valószínűleg nem. A lényeg az, hogy ami nagyon fontos, hogy ez már a tőkeáttétes százalékot, illetve hogyha majd lesz 6 havi profit kivétel, automatikus profit kivétel, akkor azt nem számolja ebbe bele, tehát a rendszer ezt valahogy elrejti. Ez az egyedüli magyarázat erre a képre, tehát máshogy nem lehetséges, hogy ennyi mínuszba kerüljön, holott ugye azt mondja az irodánk, hogy 12,69% pluszba kéne lenni. Úgyhogy ez egy ilyen kis PR-os megoldás, illetve az, hogy annyi változó van, nem tudjuk, hogy az adott napon hány kereskedést csinál, nem tudjuk, hogy mekkora tőkével, nem tudjuk, hogy mekkora tőkeáttétellel, nem tudjuk, hogy milyen párokban, nem tudjuk, hogy milyen idősávban kereskedik, nem tudjuk, hogy hányat nyit meg és zár le a rendszer. Úgyhogy sok a kérdőjel, de én azt mondom, hogy addig, amíg ilyen eredményeket csinál, vagy még ez túl teljesíti azt, ami a legmerészebb álmaimban van, hogyha ezeket az eredményeket tudja tartani, akkor csúnya szóval ki nem szarja le, hogy hogyan működik a kamatos kamat elve. A lényeg az, hogy ez matematikailag beprogramozták, PR szempontból a lehető legkönnyebben megjeleníthető módon jelenítik meg. Vannak kis turpisságok benne, hogy mit jelenítenek meg, de ez tényleg teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ez a szám, ez szépen mindig nő, és hogyha ha ezt a számot ezzel a százalékkal felszorzod, akkor ezt kapod meg. És ez is mutatja, hogy ez a kamatos kamattal növelt összeg már. Jó, oké. Ezen kívül még a Daisy-vel kapcsolatban van egy jó hír az Ernst & Young-os audittal kapcsolatban, amivel kapcsolatban még levelezek Káróval. Ha minden jól megy az elkövetkező hetekbe, hónapokban, azzal kapcsolatban is jön olyan információ, ami abszolút pozitív, csak nem akarom elkiabálni, és nem akarom, hogy csalódás érje az embereket, de van abban is előrelépés. Mindenben szépen lassan mindenki igazodik, és pozitív lesz. Reménykedjünk abban, hogy a kripto is fölveszi a fordulatszámot, és tudja követni a Forex-et, de hogyha a Forex tartja a dolgait, én már azzal is nagyon elégedett leszek, persze, hogyha kettő keres
az sok jobb, mint hogyha egy, de ne legyünk telhetetlenek és kapzsik. Örüljünk neki, hogy ezeket tudja, és reménykedjünk benne, hogy még hosszú ideig tudja ezeket a dolgokat csinálni. Úgyhogy remélem, tudtam egy kis plusz információt adni nektek, és nem csak még jobban összezavartalak benneteket, és tényleg nagyon örülök neki, hogy nagyon sokan írtok és kérdeztek olyan kérdéseket, ami mély tudást elnyerését célozza meg. Csak így tovább, szerintem így szabad és érdemes csinálni egy üzletet. Persze azokat is megértem, akik nem akarnak mélyen bemenni egy üzletbe, hiszen aki már sokszor csalódott, akkor az azt mondja, hogy berakom a lóvét, a minimális, amit kell, azt megtanulom, aztán, hogyha majd hozza az eredményt, akkor mélyebben megtanulok. A lényeg az, hogy egy üzletet csak akkor lehet jól csinálni, hogyha tényleg az elejétől a végéig lehetőség szerint minél mélyebben megtanulod, és tudod minden csínyát, bínyát. Persze sok energiába és időbe telik, de szerintem, bár lehet, hogy én vagyok csak ilyen, szeretem tudni a miérteket. Itt azért az online világban, ahogy mondtam az előbb, sok miértet nem fogunk tudni, valószínűleg sohasem. Azt fogadjuk el, mint axióma, és addig, amíg hatékony, addig nem feltétlenül problémázok emiatt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!